Alig több mint egy hónapja kísérték utolsó útjára Kerekegyházán a leukémiában 26 évesen ahogy Lázár Bence labdarúgott. Emléke már is tovább él egykori egyesületében. Róla nevezték el a Lajos Mizsai Sportcentrumot, ahonnan 2006-ban igazolt Újpestre. A Lajos Mizsai VLC szakmai igazgatója és elnökségi tagja, Faragó Gyula és Árva Zsolt a vendégeink. Jó reggelt kívánok! Uram. Jó reggelt, Jó kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Most azt nézzük meg először, Gyula, hogy hogyan emlékeznek Bence Lajos Mizsén, a Lajos Mizsei futball közvélemény és egyáltalán a klub. Bence halála mélyen megérintett bennünket, mert nagyon sok közös siker, élmény és emlék fűződik hozzá. Kicsit meg is hatódok, hogyha szóba kerül, mert személyesen is nagyon jó viszonyban voltunk, egészen a haláláig tartottuk a kapcsolatot. Ezúton is szeretném együttézésünket kifejezni a szüleinek, akik csodálatos emberek, nagyon sokat köszönhet nekik, Bence, mindig támogatták, mindig mellette álltak, és ennek a szomorú esetnek a kapcsán Kisúás Sándorral, a klubunk elnökével úgy határoztunk, hogy szeretnénk a Városi Sportcentrumot, ahol a Bence is évekig futballozott a ő nevéről elnevezni, tehát Lázár Bence Lajos Mizsei labdarúgó sportcentrum nevet fogja kapni a létesítmény felvettük a kapcsolatot a tulajdonossal, városunk önkormányzatával, és megszületett a határozat, tehát a képviselőtestület egyhangulag elfogadta, hogy ez a név lesz a sportcentrumnak a neve. A pontos avatási időpontról még nem tudom tájékoztatni a közvéleményt, mert tiszteletben tartjuk a családnak a gyászát, illetve a nyári időszakban tervezzük, de Mondom, konkrétumot egyenlőre nem tudok. Az öntés megszületett, megszületett, a szándék megvan, van, a megvan, a nevet fölveszi a Sportcentrum. Az, hogy milyen lesz az ünnepélyes névadó és az avatás, ez majd valószínűleg a nyáron. Nyáron fog kiderülni, illetve a szülőkkel mindenképpen szeretnénk felvenni a kapcsolatot, de tiszteletbe tartjuk a gyászukat, és amikor ők azt mondják, hogy elérkezett az idő, akkor fogunk ezzel kapcsolatban konkrétumokkal szolgálni. Hogyan vetődött fel maga az ötlet, kézenfekvő egyébként, hiszen a, a klub egykori játékosáról neveltjéről van szó, hogy, hogy Bence emléke előtt így adózva, most már innentől ez valós Mizei futball az ő nevét viselje. Bence a nem csak keresztül. egy játékos volt a sok közül, hanem a klub eddigi történetének legsikeresebb játékosa ugye Kerekegyházán kezdett futballozni, ott fedeztem fel, mert volt egy nagyon jó korosztályom, a 91-92-es korcsoport, akikkel eljutottunk Svédországba a világ legnagyobb, talán legnagyobb gyermekfutball eseményére, a Gótia kupára, ahol több mint 60 ország képviselteti magát, és ennek apropójából körbejártam a környékbeli egyesületeket, és így találtam rá Vencére, és ugye Kivittem erre a Gótiakupá, és utána. Bocsánat, amikor nem először megláttam, mit vett észre benne? Hát Bence feltűnően ö, különleges adottságokkal rendelkezett, fizikális téren is, tehát megjelenésében is kitűnt a többiek közül, illetve a technikai tudásában, képességekben is látszott, hogy nem egy átlagos. Játékos Még valamit hozzáteszek, mert nem csak Gólérzékeny játékos volt és tehetséges labdarúgó, hanem kivételesen intelligens futbalista is volt, és intelligens sportember és ember. Gondolom ez az, amit már ott fiatalon lajos Igen, nagyon is Fontos érzékelni. volt, lehetett érzékelni ezt természetesen. Erre egy konkrét példát is mondanék, hogy mikor rendeztünk minden évben, ahol meghívtunk, a csapatokat részt vett rajta Ferencváros, Vasas Nyíregyház, a Békés Csaba sorolat nem utánpótlása. A helyi tévé készített interjút a gyerekekkel, a többiek egy-két mondatban valamit elmondtak, a Bence pedig, mintha tényleg a média világába született volna, összefoglalta néhány mondatban röviden, tömören, érthetően, tehát már ott kijött az ez irányú képessége neki. Um... Ha szóba hoztuk Bencét, és tudjuk, hogy az ő nevét fogja viselni a stadion, arról is érdemes beszélni, hogy itt van maga a klub, és hogy milyen céljai vannak szeretne minél szélesebb utánpótlás bázison működni, most ugye a megyei első osztály középmezőnyéhez tartozik, hosszas gyengelkedés után felküzdötte magát, de milyen perspektívák vannak Lajos Mizsén futballon? Alapvetően, tehát ami eddig is volt, az, hogy, tehát, hogy a, látszik az igazolt labdarúgó számokból, tehát hogy 150-nél több igazolt játékosunk van, tehát hogy továbbra is, tehát ez a célunk, hogy a kicsiktől a nagyokig, tehát mindenkit le tudjunk fedni, aki szeretne tehát mozogni, tehát a fotballhoz van bármilyen affinitása vagy kedve. Azt arra mindig is nyitottak voltunk, tehát a jövőben is várjuk. Ez a célunk, hogy ebből a tömegből, tehát minden, minden, minden korosztály számára, tehát amikor már versenysportról van szó, szóval fel tudjuk tölteni a csapatokat, valaki előre tudjon lépni, aki tehetséges, az továbbadjuk felsőbb osztályok felé, vagy akadémia felé, illetve aki, aki, aki megmarad, ott marad, ugye attól azt szeretnénk, hogy a mi csapatunkban, illetve a környékbeli csapatokban ugyanúgy tehát tudjanak fotbalozni. Tehát Csak utápol... mondjuk nem lesz fotbalista, az legyen szurkoló, hogy későbbiekben esetleg a visszatér, tehát akár szakmai oldalon, tehát ha edző lesz belőle, akkor ugyanúgy tudja segíteni a munkánkat, vagy pedig hát támogatunk lesz. Tehát a jövőre, mert ez nagyon fontos, csak úgy tudunk előre haladni. É, itt a gyerekekről van szó, feltételezem, tehát igen. hogy alapvetően az Lajos Mizsere is igaz az, hogy tau nélkül nem virágozhatna futball? Erre elnézést én válaszolnék. Lajos Mizsén virágzott a futball a TAO előtt is. Igen. Tehát 1999-ben alapítottuk az Egyesületet, Igen. és nem volt felnőtt csapat, nem volt TAO, és mégis nagyon jól működött, mert megteremtettük a feltételeket az elnökünk Kisvár Sándor vezetésével, helyi vállalkozók, illetve az önkormányzat hadhatós támogatásával mi már akkor a gyermek futballban gondolkodtunk, tehát felnőtt csapatot nem is indítottunk, mert 95-ben megszűnt egy érdekes történet, mert megnyerték a megyei első osztályú bajnokságot, Kis László, aki híres csatár volt, a vasas játékosa volt az edző, egy nagyon eredményes csapat volt, és különböző okok miatt, amikre most nem térnék ki részletesebben, megszűnt a labdarúgás. 1999-ben pedig egy teljesen új koncepció szerint a gyermekfutballra fókuszálva indítottuk újra az Egyesületet, és egészen 2008-ig nem is volt a városban felnőtt csapat, csak a csap gyerekekkel foglalkoztunk. Tehát mi már a TAU előtt is nagy hangsúlyt fektettünk Akkor a Akkor Ez egy jó példa, bocsásson meg arra, hogy lehet, lehet másfajta koncepciók mentén is azt nem mondom, hogy felnőtt dúsgazdag klubot csinálni, de alulról építkezni lehet? Lehet, nem is célunk, hogy dúsgazdag klub legyünk, a felnőtt csapatot is azért indítottuk, hogy a nálunk felnővekvő gyerekeknek legyen lehetősége játszani bajnokságban, illetve egy példát mutatni, hogy el lehet jutni oda, a tehetségesebb gyerekeket pedig támogatjuk abban, hogy tovább lépjenek és magasabb osztályban szerepeljenek. Zsolt, ilyetén módon ennél a klub koncepciónál mi lehet a plafon? Mondjuk mb3 az, az benne van a, a távlatokban? Mindenféleképpen, tehát ugye, tehát hogyha nincs cél, tehát egy, egy rövidebb vagy hosszabb távon ugye akkor, akkor ez egy agónia lesz, tehát mindenféleképpen szeretnénk, de az, az az kell, tehát hogy a jelenleg, tehát egy az utánpótlás csapatokban futballozó játékosok közül, tehát mindenki tehát úgy fejlődjön, ahogy, ahogy, ahogy eddig is, tehát megtörtént, és azok a lépések meg lesznek, akkor lesz lehetőségünk természetesen, de ahhoz ugye tehát mindenféleképpen, tehát eddig is az volt a koncepciónk, hogy hogy főleg helyiekre, illetve környékben fiatalokra építettük a, 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 a csapatunkat, hogyha ez megtörténik, akkor természetesen, tehát el fogunk jutni, hogy akár egy MB3-as legyen, de, de úgy gondolom, hogy ez a maximum, tehát la is, a történetében visszatekintek, tehát még én gyerek voltam, akkor jártam még MB3-as mérkőzésekre, de, de ez lehet a plafon, tehát mindenféleképpen. Tehát nekünk, ahol most megy egybe vagyunk, az már egy régebbi, tehát nem egy rövid távú célunk volt, évekig dolgoztunk rajta, tehát minden évben neki futottunk, megpróbálkoztunk, és amikor eljött az a pillanat, amikor már éreztük, hogy szakmailag is, meg játékos mennyiségileg is, tehát emberileg is, tehát most alkalmas lesz az a gárda, akkor léptünk csak. Ezeket a, ezeket a, a lépcsőfokokat itt szépen tehát meg fogjuk lépni, és amikor, amikor ott vagyunk, akkor fogunk csak belépni az ajtón, tehát nem fogjuk sietetni. Van egy másik nagy kérdés mindig a futballban, az alsó osztályokban is, hogy milyen a nézői lelkesedés, és milyen a nézői aktivitás, hogy mennyire tudja lázba hozni egy adott közösség csapata a lakosságot. Hát természetesen, tehát ugye én, én ugye még a 94-95-ös bajnokságban még játszottam, annak, amit a Gyula elmondott, hogy, hogy megnyertük a megy egyetem b 3 a próbáltunk, veszettünk volna indulni. Akkor ugye, tehát 3-400 ember látogatta a mérkőzéseket. Ma ez ugye, tehát valamilyen szinten, mikor újra belekerültem, visszakerültem Lajos Mizsére. Tehát érezhetően, tehát nem az a számok vannak, sokkal alacsonyabb. Az a trend, ami mondjuk akár, Valamilyen szinten, tehát az Megyben, MB, 2 MB, 3-ban lefelé is látható, az nálunk is jelen van. Az a célunk is, hogy azokat a régi arcokat, az ő hozzátartozóik vagy barátaik ismét a pályán legyenek. Hát hogy lehet elérni? Tehát, hogyha egy olyan, olyan csapatot ö, ö, alakítunk ki, aki, aki ami, ami látják, hogy küzdenek, és hogyha a, ne talán nem is meg a hazai mérkőzés, ami a legfontosabb lenne, de küzdés van, akkor, akkor mellettünk fognak állni, ki fognak jönni a következő héten, ki fogják hozni az ismerőseiket, a családtagjaikat. Tehát az azon számos az elérhető, azt gondolom néhány év alatt. Én is úgy gondolom, tehát azon dolgozunk, tehát és a csapat is azon dolgozik, hogy egy olyan fotballt játszon, ami nézők számára szerethető lesz, és, és elfogadható. Tehát mindenféleképpen az, az a cél, hogy ha, ha, nem is vagyunk a legesélyesebbek, de küzdeni, azt küzdjünk, és azt értékelni fogják. Gyula, visszatérve Bencére, azok a gyerekek, azok a fiatalok, akik ma ott, ott futballoznak a Lajos Mizsei utánpótlásba, mennyit tudnak az elődökről, mondjuk egy ilyen fiatal emberről, aki, akinek a karrierje még ha 12 évesek akkor is láthattak belőle valamit, tehát Igen. a szemük előtt. Zor. Lázár Bence egy különleges ember volt, ezt le kell szögeznem minden szinten, tehát mikor befutott futballista lett, eljutott Újpestre magyar válogatott kerettagságig, akkor is mindig szívesen lejött, egy szavamba került, jött, díjakat adott át tornákon a gyerekeknek, illetve élménybeszámolót tartott, tehát Találkozhattak vele személyesen, lefényképezkedtek, beszélgethettek vele, tehát egy nagyon jó példa, egy igazi példakép, ez is hozzájárult ahhoz, hogy róla kapja a sportcentrum a nevét, mert tényleg példaként állítható minden szinten a gyerekek elé is. Ez nagyon fontos szerintem, hogy legyen előttük egy példa, ma is, ha van egy tehetséges gyerek, akkor szoktam neki mondani, hogy előtted az út nézd meg a Lázárbencének sikerült, de is, hogyha hozzáteszed az alázatot, a hozzáállásodat, az akaratodat, akkor te is elérhetsz arra a szintre. Tehát ez egy nagyon jó motiváció a gyerekek számára. Ne zárjuk ki, nyáron egyszer csak azt fogjuk olvasni a tudósítások között, hogy avató mérkőzés, Újpest, Lajos Mizse, ezer hát. néző, nagy siker. Úgy legyen. Így legyen. Köszönöm szépen. Köszönjük hogy szépen, hogy itt